A mennyei mandátum. Az amerikai sajtó általában idézi, ha Pat Robertson mond valamit. Ennek oka, hogy a kijelentései szórakoztatóak, mert minden alkalommal botrányosak, és barométerként jelzik, hogy az amerikai tévéprédikátorok által manipulált hívők politikai magatartása hogyan változik. Az amerikai evangéliumi keresztény szavazók ugyanis éppen úgy a pásztoraik útmutatása szerint szavaznak, mint a hit gyülekezetében. Elhiszik ugyanazt, hogy a tévé evangélisták szájából Isten szól hozzájuk. De ha Pat Robertson hamis proféciái esetében is az ószövetségi normát használnák, akkor a CBN televíziónak már régen élőben kellett volna közvetítenie, ahogy a saját alapítóját megkövezik. Nem is egyszer. Kiváló példa erre, ahogy Pat Robertson megvonta a mennyei mandátumot Trumptól. A Hitrádió is beszámolt arról, hogy Pat Robertson a 700-as klub című műsorában figyelmeztette Trumpot, hogy elveszítheti a mennyei mandátumát, ha döntése következtében, miszerint kivonta az amerikai csapatokat Szíriából, a kurd szövetségeseket lemészárolják. Robertson a kurdok elárulása után ezt mondta. The president who allowed Khashoggi to be cut in pieces without any repercussions whatsoever is now allowing the Christians and the Kurds to be massacred by the Turks. And I believe, and I want to say this with great solemnity, the President of the United States is in danger of losing the mandate of heaven if he permits this to happen. Vagyis, az elnök, aki megengedte, hogy bármiféle következmény nélkül feldarabolják a Washington Post újságíróját, Jamal Khashoggit, most megengedi, hogy a törökök keresztényeket és kurdokat mészároljanak le. Az Egyesült Államok elnökét az a veszély fenyegeti, hogy elveszíti a mennyei mandátumát, ha hagyja, hogy mindez megtörténjen. Pat Robertson és tévéprédikátor társai Istent játszanak. Honnan veszi Robertson, hogy Donald Trumpnak valaha is volt mennyei mandátuma? Látta? Hogyan értesült arról, hogy a mennyei mandátumot elveszíti, ha a kurd szövetségesek magukra maradnak? Valóban súlyos árulás, amit Trump a kurdokkal szemben elkövetett, de honnan tudja Pat Robertson, hogy a mennyben ezt a galátságot nem tűrik el, miközben az összes többit eltűrték? Ki mondta neki, hogy ezt profétálja meg? Isten? Az angyalok? Fent járt a mennyben? Levelet kapott erről? Mit képzelnek vajon ezek az emberek, hogy ők osztogatják a mennyei mandátumot, és ha nekik nem tetszik valami, akkor visszavonják azt? Mert Donald Trumpnak eddig sem volt semmiféle mennyei mandátuma, amit Pat Robertson csak az ószövetségi királyok életéből olvashatott ki, ezért nem is veszítheti el azt a szíriai kivonulás miatt. Mert ha lenne, akkor a mennyei mandátumát már régen el kellett volna veszítenie. Istent vajon csak a kurdok érdeklik? A mexikói határon elfogott családok sorsa nem. Isten közönnyel nézte, amikor Trump utasítására elválasztották a szülőktől a gyermekeiket, akiket ismeretlen helyekre vittek. A gyerekek azt sem tudták, hova tűntek a szüleik. A szülők nem tudták, hova kerültek a gyermekeik. Trump emberei ugyanazt mondták az aggódó szülőknek, amit a nácik a zsidóknak, hogy fürdeni viszik őket. Aztán elkerültek az ország távoli vidékeire. Még jó, hogy nem gyilkolták le őket. A kormányzat hónapokkal később sem tudta, melyik gyerek hol van. A gyerekek nem beszéltek angolul, nem értettek semmit. Sírtak az anyjuk után. Ezzel büntette Trump azokat, akik gyilkos bandák elől menekültek. Az életüket mentették, menedéket kerestek, amikor illegálisan átlépték a határt. Jézus talán beállt volna a gyerekeket ellopni a szüleiktől a mexikói határon, hiszen őt is így menekítették a szülei. Hol volt Trump mennyei mandátuma, amikor ezt megtette? A szerető Istent ez ne érdekelné. A nagy keresztények krokodilkönnyeket hullatnak a magzatokért, de a megszületett gyerekekkel úgy bántak, mint az állatokkal. Igaz, ezek spanyol ajkú gyerekek. Egy rasszista elnök szemében nem egyenlő emberek. A rasszizmus nem ok a mennyei mandátum elvesztésére. Érdemes megfigyelni, hogyan változott a hetek hangvétele Pat Robertson bejelentése után.
A Trumpot addig istenítő Morvai Péter kapta a megtisztelő feladatot, hogy köpje szemközt magát, s vonja meg a bizalmat a világ immorális szörnyetegétől, akit addig Isten választott emberének neveztek. Morvai Péter szemrebbenés nélkül megírta ezt a cikket. A Trump megbukik a kurd teszten? Megdöbbentek az Evangéliumi Keresztények című írás szerint, veszélybe került Trump újraválasztása. Az ok nem a demokraták által indított vádemelési eljárás, hanem az evangéliumi szavazótábor bizalmának meggyengülése. Szétfeszítenie könyv terjedelmét, ha fel akarnánk sorolni, mennyi ok lett volna arra, hogy az amerikai evangéliumi mozgalom és a hitgyülekezete elforduljon Trumptól. Ehhez képest Morvai, a két percenként hazudozó amerikai elnöknek azt veti a szemére, hogy az előjelek nyár végén mutatkoztak, amikor felmerült, hogy Donald Trump hajlandó lenne találkozni Rouhani iráni elnökkel az ENSZ közgyűlésén. Végül az a telefonbeszélgetés sem jött létre, amelyet Emmanuel Macron francia elnök igyekezett tető alá hozni, de ez nem felejteti el azt, hogy az amerikai elnök előfeltétel nélkül szóba állt volna annak az országnak a vezetőjével, amely a mai napig nagy sátánnak tartja az Egyesült Államokat. Ezek szerint Trump legnagyobb bűne az, hogy szóba akart állni az iráni elnökkel. Egy meg sem történt telefonhívás miatt rendült meg ennyire az evangéliumi szavazótábor bizalma abban az emberben, akinek legkisebb vétke az adócsalás, s akinek még a magát keresztény prédikátornak valló Paula Whitehoz, a józan keresztények általi sarlatánnak és eretneknek tartott férfi faló szélhámos nőhöz fűződő viszonyától is elpirulna egy ateista. Miért nem zavarta Morvait az, hogy Trump kétszer találkozott az észak-koreai diktátorral? Isten csak az zavarja, ha az iráni elnökkel találkozik Trump. Az nem számít, ha egy népirtó tömeggyilkossal. Éppen az iráni elnök miatt szállna el a bizalom. Azért, mert nagy sátánnak tartja az Egyesült Államokat. Az orosz elnök minek tartja? Akkor Putyin miért nem zavarta a hitgyülekezetét? Ez azért is érthetetlen, mert Trump Iránnal kapcsolatban mindenben a sarlatán evangéliumi tanácsadók útmutatását követte. Ők pedig kiszolgálták Netanyahu belpolitikai érdekeit. Izrael addig volt biztonságban, amíg az atomalkú létezett, mert a nemzetközi ellenőrzést nem lehetett kijátszani. Miután Trump felrúgta a megállapodást, Irán nyíltan nem tartja be a korlátozást és atomfegyvert gyárt. Az amerikai evangéliumi hamis proféták ezzel Izrael ellenségei kezébe adják az atomfegyvert. Ilyen tanácsokkal látják el a dilettáns Trumpot, aki csupán addig Isten embere, amíg győzelmi esélyei vannak, ők pedig spirituális tanácsadó státuszban bejáratosak a Fehérházba, és hatalmas pénzeket markolhatnak fel. Nem elhanyagolható szempont, hogy Pat Robertson proféciája előtt indították el a demokraták a vádemelési eljáráshoz vezető procedúrát Trump ellen, mert megzsarolta az ukrán elnököt, hogy avatkozzon be az amerikai elnök választásba az ő oldalán. Kísérteties az egybeesés a Robertson által megmondt mennyei mandátum és az impeachment eljárás lehetősége között, melynek kimenetele e könyv megírásakor már ismert. Trump a bűncselekményeket elkövette, de az ő támogató republikánus párt a szenátusban meglévő többségével leszavazta a vádat. De az amerikai evangéliumi keresztények haszonleső prédikátorai megkezdték a tervszerű visszavonulást, a kihátrálást Trump mögül, hát ha nem így lesz, ezért nehogy vele bukjanak. Úgy ejtették Trumpot, mint Németh Sándor Orbánt az elbukott önkormányzati választás után. Mindaddig, amíg a bukás esélye ott lebegett felette. Ezek az emberek a saját köpönyek forgatásukat, az érdekeik változását Isten tekintélyével próbálják alátámasztani. A hívők ezt elhiszik, és Isten nevében hajtják végre a legelképesztőbb fordulatokat. A gyűlölet hol ezek, hol azok ellen fordítva. Ezért semmi meglepő nincs abban, hogy miután a republikánusok döntöttek, hogy az impeachment ellenére kitartanak Trump mellett, a mennyei mandátum megmaradt. Pat Robertson bizalma is megerősödött. Ennyi kellett ahhoz, hogy a mennyei mandátum örök időkre szóljon. Morvai, mintha soha nem írt volna Trump bukását jelző cikket. A Trump imádat régi dicsőségében ragyogott.
Az angyali seregek szemlesütve szégyelték magukat, hogy bizalmuk megingott az Isten által kiválasztott Trumpban. Morvai pedig az impeachment képviselőházi megszavazása után olyan dicshimnusz zengett a Facebookon, hogy Sztálint is a sárga irigység kerülgette volna. Akkor már tudhatta, hogy a szenátusban nincs esély az alkotmányos vádeljárás megszavazására. Morvai szerint nem véletlen, hogy a szavazás karácsony és Hanuka előtt történt. Azt írta. Nem Ukrajna miatt haragszanak az elnökre, hanem mindazon értékek melletti kiállásáért, amelyeket a karácsony és a Hanuka képvisel. Nem tudják megbocsátani Donald Trumpnak azt, hogy a karácsonyi ünnepekbe visszahozta Jézus Krisztus nevét. Donald Trump hozta vissza a karácsonyi ünnepekbe Jézus Krisztus nevét. Jézus Krisztus neve sehol nem lenne Trump nélkül. Jézus mindent neki köszönhet. Ezért van az impeachment is. Morvai felsorolja Trump úgynevezett érdemeit, de ezúttal nem említi még véletlenül sem, hogy az iráni elnökkel akart telefonon beszélni, ami megbocsáthatatlan. Csupán 2 hónap telt el azóta, hogy megírta a hírhet, Trump megbukik a kurd teszten? Megdöbbentek az Evangéliumi Keresztények című cikkét, amely szerint veszélybe került Trump újraválasztása, mert annyira megingott benne az evangéliumi szavazótábor bizalma. Mintha ez meg sem történt volna. Változott a megrendelés. Ez azt bizonyítja, hogy az evangéliumi szavazótábornak semmi köze nincs saját szavazataihoz, azt majd megmondják a pásztoraik, kire szavazzanak, attól függően, hogy az érdekeik hogyan változnak. Hol látszanak győzelmi esélyek? Kihez érdemes dörgölőzni? Miközben majdnem ezzel egy időben az egyik legtekintélyesebb evangéliumi keresztény újság, a Christianity Today főszerkesztője kijelentette. A tények egyértelműek. Az Egyesült Államok elnöke arra akarta használni politikai erejét, hogy rávegyen egy idegen vezetőt, hogy zaklassa és hiteltelenné tegye az elnök egyik politikai ellenfelét. Ez nem csak alkotmányellenes, hanem erkölcstelen tett is. Ezért azt mondta, hogy Trumpot el kell mozdítani az elnöki székből. Lett is nagy pánik az evangéliumi vezetők között, hogy a cikk megzavarja a hívők fejét és elbizonytalanítja őket Isten kiválasztásában. Mert ha ez igaz, akkor minden, amit eddig mondtak, hazugság. Mindenkit meg is lepett, hogy az evangéliumi mozgalomban még van keresztény hívő ember, aki a világ legerkölcstelenebb szörnyetegének bűncselekményeit nem tagadja le, hanem a hívők felelősségére figyelmeztet. Emlékezzetek arra, kik vagytok és kit szolgáltok. Gondoljatok bele, milyen hatással van Urunkról és megváltónkról tett tanúbizonyságotokra az, hogy igazolni próbáljátok Trump tetteit. Fontoljátok meg, hogy a nem hívő világ mit fog mondani, ha legyintetek Trump erkölcstelen szavaira és tetteire a politikai célszerűség okán. Ha most nem változtatunk azon az irányon, amerre haladunk, ki fogja komolyan venni azt az elkövetkezendő évtizedekben, amit az igazságról és az igazságosságról mondani fogunk? Képesek vagyunk egyszerre komoly arccal azt mondani, hogy az abortusz a legnagyobb gonoszság, amelyet nem tolerálhatunk, és azt, hogy nemzetünk vezetőjének elferdült, sérült jelleme nem is igazán lényeges a nagy egészet tekintve. Minden szava igaz. Morvai azonnal elitpárti liberális keresztény magazinnak nevezte a lapot, amelyet még Billy Graham alapított. A liberális jelzőből már értenek a hit gyülekezete tagjai. Az már egy szitok szó, amely orientálja őket. A Christianity Today ettől kezdve ellenség. A kurdok mészárlása, mintha meg sem történt volna, az a feledés homályába veszett. Ahogy Németh Sándor is azonnal visszatáncolt, miután az önkormányzati választási vereség után Orbán erősödött. Németh Sándor október közepén az önkormányzati választási vereség után még arra figyelmeztetett, hogy ez a képmutató keresztény, egy keresztény propagandának, hát jó, ha lekerül a napirendről, és hagyni az egyházakat, hogy ők hirdessék az evangéliumot. Azt is mondta, nagyon vigyázni kell a keresztény névvel való visszaélésre.
mert a keresztény kifejezés az a Krisztus kifejezésből származik, a Krisztus pedig Isten, és a Biblia világossá teszi Isten nevét, nevet fel hiába. November 6-án pedig már részt vett a Puskás Aréna állami felszentelésén, ahol a fotóról levágta a beöltözött katolikus papot, ne legyen nyilvánvaló, hova jutott. Mintha a retusálás megoldotta volna a problémát. Mintha a katolikus papot se lett volna. Mintha Németh Sándor nem vette volna hiába az Isten nevét, és nem katolikus pappal szentelt volna fel állami intézményt. Megszámlálhatatlan levelet írtunk egykor az ellen, hogy egyházi személyek szentelnek állami objektumokat. Ez az egyház és az állam összefonódásának leglátványosabb formája. Szűk 3 hét telt el a kereszténységgel való visszaélés felismerése, a kereszténység politikai célokra való felhasználásának elutasítása és a stadion szentelés között. Németh Sándor ezzel a kereszténységet az állami propaganda szintjére süllyesztette. Tárgyakat megszentelni, megáldani, Biblia ellenes dolog. Ezt még tőle tanultam. Amikor tárgyakat szentséggel ruháznak fel, az bálványimádás. De semmi nem számít, ha az érdek így kívánja. Egy hónapon belül lehet köpönyeget váltani. Miközben az egész mögött kizárólag a hatalom és a pénz szeretete áll. A lopott vagyon elvesztésétől való félelem az Úr. Ne feledjük, az amerikai prédikátorok milliárdjai, birtokai, kastélyai, magárepülőgépei mind a hívőktől kicsalt lopott pénzek, amelyek az adószabályokat sértik. Ezek a pásztorok a pénzt non-profit egyházi szervezetként zsebelik be, de az magánvagyonná válik, amely után nem adóznak. Alig van olyan milliárdos tévéprédikátor Amerikában, aki ellen még nem nyomozott az amerikai szövetségi adóhivatal vagy az FBI. Még kongresszusi meghallgatások is zajlottak az ügyben, de Isten tolvajai eddig mindent megúsztak. Nem azért, mert nem találtak a hatóságok törvénytelenséget, hanem azért, mert minden misszióban választ magának a prédikátor egy vezető testületet, ami igazolja, hogy a napi 3000 dolláros szállodákra, 3 magánrepülőgépre, hatalmas tengerparti villára, a pásztor gyerekeinek házaira, birtokaira, autóira, a rezsijük kifizetésére is az evangélium szolgálata miatt van szüksége. Mindez a non-profit tevékenység része. Ezek a testületek válogatott emberekből állnak, és a pásztortól függnek. Nekik Isten szolgálata a hazudozás. Lelkiismereti okból hazudnak. Igazolják, hogy a pásztornak erre van szüksége, hogy a feladatait elláthassa. Ezek olyan bűncselekmények, amelyekért vagyonelkobzás, évtizedes börtönbüntetés járna. Érthető, ha a pásztorok, a tévéprédikátorok mindent megtesznek azért, hogy feltüzeljék a hívőket a liberális veszedelem ellen, hazudjanak a meleg mozgalomról, és a legképtelenebb hazugságokat terjesszék a demokraták abortuszra vonatkozó terveiről. Ha sikerül republikánus elnököt megválasztani, az 4 év mennyei nyugalom a hatóságok zaklatásától, értsd a keresztény üldözéstől. Szorongásmentes élet és 4 év szabad rablás. 4 év bejárás a Fehérházba. 4 boldog év, amikor a világ urainak képzelhetik magukat, ha elég korlátolt elnököt sikerül találni, aki fél tőlük, mert elhiszi, hogy Isten szól általuk. Akkor eljátszhatják a prófétát. De ha az emberük bukásra áll, bejelentik a mennyei mandátum végét. Isten lefalcol, vele együtt ők is. Amikor e könyvet írom, még sem Orbán, sem Trump nem bukott meg, de a bukás előszele már megérintette őket, és a dökkesejük már elkezdtek körözni felettük. Csak beteljesítik saját proféciájukat, ha megbuktatják őket, s csőrükkel a húsukba vágnak. Még Orbán is járhat úgy, hogy nem lesz elég békemenetes, aki gyűjtse a kopogtató cédulát, és ha vesztésre áll, Németh Sándor leállítja a hiteseket. De jelenti, hogy megint visszavonul a politizálástól, amíg nem talál mást, akit megfejhet, mert Orbán visszaélt Isten nevével, amit ő már nem tűrhet. Orbán ugyanúgy járhat, mint az MDF. De amíg vannak esélyei, addig Németh Sándor kiszolgálja, és Orbán addig Isten embere lesz, aki keresztény értékeket védelmez. Akár csak Trump.
A mennyei kijelentés is Mandinerből érkezett a tévedhetetlen karizmatikus keresztény vezetőkhöz, akik eleinte az előválasztási küzdelemben Ted Cruz szenátort támogatták. Akkor még nem volt Trumpnak mennyei mandátuma. Akkor lett, amikor az esélyei nőttek. Az evangéliumi keresztény szavazók 81%-át mozgósítani képes tévéprédikátorok azonnal meglátták benne Isten emberét. Amikor Trump érre tört, úgy hagyták ott Cruzt, mint texasi sakállok a lerágott dögöt, és felfedezték a prostitúcióipar legnagyobb mecénásában Isten elhívását és a mennyei mandátumot. Azok az erkölcscsőszök, akik a Disney filmeket is betiltanák paráznaság miatt, szemet hunytak a közönséges nőpecér személye fölött, aki nem csak erőszakolta, csalta, de verte is a nőket. Ki tudja, hány abortusz maradt utána. Képesek voltak azt hazudni, hogy Trump újjászületett keresztény. Megtért, aki a hit útján jár. Amikor Trumptól megkérdezték, melyik a kedvenc könyve, azt mondta, hogy a Biblia. Óriási tapsvihar. Amikor megkérdezték, hogy melyik a kedvenc része a Bibliából, nem tudott mondani semmit. Azt mondta, hogy az egész. Egyetlen verset nem tudott idézni a kedvenc könyvéből. De még arra sem tudott válaszolni, hogy a Biblián belül melyik a kedvenc könyve, amit annyira szeret. Mondhatta volna az újongásra kész hallgatóságnak bármelyiket, de egyetlen könyvet sem tudott megnevezni a Bibliából. Még Mózes bármelyik könyvét sem. De ez nem zavarta a mindenkit lenéző evangéliumi karizmatikus keresztényeket, akik azt képzelik magukról, hogy egyedül ők szellemiek, mindenki más tudatlan testi. Még az sem zavarta őket, amikor kiderült, hogy Trump a választási kampányban fizetett Stormy Daniels pornószínésznőnek a hallgatásáért, mert amikor a felesége terhes volt, viszonya volt vele. Azokról a szentfazék prédikátorokról van szó, akik korábban azt hangoztatták, hogy egy elnöknek a morális háttere mindennél fontosabb, ezért nem lehet liberálisokra szavazni, mert ők elnézőek erkölcsi kérdésekben. Trump mennyei mandátuma sértetlen a Stormy Daniels pornószínésznővel folytatott viszonytól, az Atlantic City szállodai szobáiban bibliaórákat nyújtó Paula White-tól, attól a tucatnyi nőtől, akik Trump ellen feljelentést tettek nemi erőszak miatt. De attól, hogy kész lett volna beszélni az iráni elnökkel, és a törökök kurdok elleni támadását nem akadályozta meg, megingott a mennyei mandátum. Amikor Trump mellett bűncselekménye ellenére kitartott a pártja, a mennyei mandátum helyreállt. Ha valaki figyeli az evangéliumi keresztény vezetők magatartását, azt hiheti, hogy nincs Isten, sem menny, mert akiknek leginkább tudniuk kellene róla, a keresztény prédikátorok nem hisznek benne. Magukkal helyettesítik az Istent. Mert ha hinnének benne, hogy van Isten, van menny, ezt nem mernék megtenni. Mintha Isten visszavonult volna és rájuk bízta volna a menny és a föld kormányzását. Rájuk hagyta, hogy használják nyugodtan az ő nevét. Ők pedig virágzó üzleti vállalkozásokat működtetnek, kiárusítják Jézus megváltó vérét, amihez felhasználják a világi hatalmat, és ezt nevezik Isten áldásának. Nekik ez a siker. Mindezt úgy tudták elfogadtatni a hívőkkel, hogy a liberálisokat az ördöggel azonosították. Hisztérikus prédikációkat tartottak arról, hogy ha a demokraták győznek, akkor elszabadul a pokol Amerikában, mert a 9. hónapban is lehet abortuszt csinálni. A melegek betiltják a kereszténységet, meggyilkolják még a megszületett magzatokat is. A New York államban megszületett törvény tartalmilag csak utolérte a Magyarországon érvényben levő szabályozást, amely a KDNP javaslata alapján készült, de tipikus, ahogy Morvai például ezt tálalja. A saját Facebook oldalán ezt írta. Modernkori élő gyermekáldozatok Molok oltárán. A liberális többség New York államban a szülés napjáig engedélyezte az abortuszt. A liberális képviselők ezzel lehetővé tették a teljes mértékben önállóan életképes csecsemők meggyilkolását is. Morvai Péter minden szava hazugság, de ugyanezt terjesztették a karizmatikus keresztények Amerikában és egész Magyarországon. Az abortusz az alábbi 3 esetben engedélyezett az új New Yorki törvény alapján. A terhesség kezdetének időpontjától számított 24 héten belül, vagy a magzat életképtelensége esetén, vagy
az anya életének és egészségének védelmében. Hazugság, hogy a törvény a szülésig legalizálta az abortuszt, mert az továbbra is csak a terhesség 24. hetéig megengedett. Késői abortuszra abban az esetben kerülhet sor, ha a kezelőorvos megállapítja, hogy a magzat életképtelen. Akkor ki kell venni az anyából. De ez nem abortusz. Vagy akkor, ha a terhesség az anya életét veszélyezteti, és a terhesség megszakítása orvosilag szükségessé válik. Szó sincs életképes csecsemők meggyilkolásáról. A késői abortusznak nevezett helyzeteket, ha a magzat életképtelen, vagy az anya életét kell megmenteni, nem is lehet, nem lenne szabad abortusznak nevezni. Az abortusz csak a nem kívánt terhesség megszakítására vonatkozó kifejezés. Ezt életmentésnek kellene hívni, és ezt is védeni kellene, mert az anya élete is élet, és erről sokan hajlamosak megfeledkezni. Amikor az evangéliumi keresztények Trump megválasztása érdekében azt is terjesztették, hogy Hillary Clinton még a 9. hónapban is engedélyezné az abortuszt, ő azt mondta, kinek jut eszébe ilyen hülyesség, ekkora állatság. Sokat mondó, hogy amikor a Morvai Péter által terjesztett álhír eljutott Rónai Egonhoz, az ATV szerkesztőjéhez, s nem tudta, hogy az a saját gyülekezetétől származik, mindenkit józanságra intett. Közölte, hogy ez álhír, ami nem igaz. De amikor kiderült, hogy az álhírt a hídgyülekezete propagandistája terjeszti, méghozzá Németh Sándor teljes támogatását élvezve, elhallgatott. Mert Németh Sándor minden hasonló hazugságot, álhírt, összeesküvés elméletet boldogan és örömmel fogad, mert neki csak a kiváltott hatás számít. A hívők manipulálása. Az abortusz az egyik legfontosabb propaganda elem, amivel a prédikátorok a hívőket becsapják. Senki nem örül az abortusznak, senki nem boldog. Mindenki azt szeretné, ha minden gyermek megszületne. A kérdés az, a teljes tiltás vezet eredményre, ami az alvilágba, sarlatán miskárolók kezébe taszítja az anyákat, a szenes pincékbe, ahol kínszenvedések közepette halnak meg, vagy ha megfelelő egészségügyi és szociális hálóba kerülnek, ahol megpróbálnak segíteni rajtuk és a magzaton. De ha nem sikerül, akkor is egy szakember, egy orvos megfelelő körülmények között hajtja végre az abortuszt, és kizárólag törvényes feltételek mellett. Ez akkor is tragédia, de az abortuszok, az elhalálozások száma sokkal kevesebb lesz így, mint zéró tolerancia esetén. A teljes tiltás esetén csak a pénz számít, amit a sarlatánok kérnek. Ha megvan a pénz, a beavatkozást egy mosókonyhában is elvégzik. 2017. január 26-án jelent meg a Kötőszó nevű evangélikus közéleti blogban magyarul az Abortusz és politika, egy háttéralkú hatása és története című írás, amelynek szerzője az evangéliumi Frank Schaeffer. A szerző egy 2014-ben született cikkében írta le annak hiteles történetét, hogyan állították a keresztény vezetők a híveiket a republikánus párt oldalára. Az evangéliumi neoprotestáns keresztény hívők a 70-es években még bibliai alapon elkötelezett demokrata szavazók voltak. Ezt mesterségesen változtatták meg. Frank Schaeffer apja, Francis Schaeffer presbiteriánus pásztor volt, a Labri közösség megalapítója. Billy Graham után a legbefolyásosabb vezető az evangéliumi mozgalomban. Ő egyik résztvevője volt annak a paktumnak, amit a republikánus párttal kötöttek. Frank Schaeffer cikke így kezdődik. Befolyásos egyházi előjárók az Egyesült Államokban a 70-es években rendszeresen találkoztak a republikánus párt vezetőivel, akiket csak egy dolog érdekelt. Hogyan lehet a tárgyaló partnerek gyülekezeteit alkotó milliós tömegeket a párt számára szavazóként mozgósítani? Ehhez kellett találni egy témát, aminek az egyházi közbeszéd középpontjába emelésével elfogadhatatlanná lehet tenni a demokrata pártot a keresztény szavazók számára. Ezt a témát az abortusz kérdésében találták meg. A kitalált koncepció szerint, ha az abortuszról úgy lehet beszélni, mint az Istentől elfordult emberek által szervezett tömeges gyerekgyilkosságról, akkor az abortusz támogató politikai pártok egy kalapba kerülnek a szovjet kommunista párttal vagy a német nemzetszocialista párttal. Ez így is lett. Az abortuszt a holokauszthoz hasonlítják, amivel még a holokauszt relativizálásának bűnét is elkövetik.
Frank Schaeffer írása arra a kérdésre kereste a választ, hogyan lett egy marginális teológiai témából kampányszlogen, amelyen ma is választásokat lehet nyerni. A szívdobbanás törvény követelői tudják az eddigi hisztériát is fokozni, pedig orvosok szerint olyan szívnek tulajdonítanak szívdobbanást, amely abban az állapotban biológiailag még nem is létezik. De a legsúlyosabb probléma az, hogy ezt a szívszaggató kérdést, melyben megoldást kell találni, a politikai haszonszerzés és az uszító propaganda szintjére rántják. Frank Schaeffer szerint ő maga, az apja és más befolyásos egyházi előjárók a 70-es években tárgyaltak a republikánus párt vezetőivel, köztük több későbbi elnökkel. Utóbbiak azt akarták, hogy a több tízmilliós evangéliumi mozgalom tagjait a prédikátoraik republikánus szavazókká tegyék. Mint írja, cserébe a gyülekezet vezetők a politikába való beleszólást kértek. Az idealistábbja Krisztus tanításainak, a cinikusabbja saját hatalmi vágyainak akart érvényt szerezni. Nem volt könnyű ehhez az abortusz kampány témává tenni, mert a 70-es évekig az abortusz egyházon belüli megítélése más volt, mint ma. Senki sem gondolta, hogy a magzat ne Istentől lenne, vagy az elpusztításához elégséges ok lenne a nők és férfiak joga a felelőtlen szexuális élethez. Ugyanakkor kevesen tartották úgy, hogy a magzat ugyanolyan élő lélek lenne, mint egy megszületett ember. A keresztény álláspont az élet kezdetének nem a fogantatás pillanatát tekintette, hanem azt a pillanatot, amikor Isten a megformált testbe Ádámhoz és Évához hasonlóan beleleheli az élet szellemét. A mai propagandisták a mozgó magzatot mutatják, de azt nem tudják kimutatni, hogy a fogantatás pillanatától kezdve Isten belélehelte volna az élet leheletét. A magzat az anya testének részeként képes életben maradni, önálló életre már csak a megszületett gyermek képes. Legtöbben a születés pillanatát fogadták el az Isten által teremtett élet kezdeteként. 1968-ban még a híresen konzervatív Dallas Theological Seminary professzora így írt erről. Isten nem tekinti élő léleknek a magzatot, akármilyen előre haladott is a fejlődése. A mózesi törvény egyértelmű. Ha valaki agyonüt egy embert, akárkit is, halállal lakoljon. A 2 Mózes 21-22-24 szerint viszont a magzat elpusztítása nem halálos bűn. Ebből fakadóan tehát, szemben az anyával, a magzatot nem tekinti teljes értékű embernek a Biblia. Ezt a bibliai értelmezést kellett átalakítani ahhoz, hogy republikánus szavazóvá váljanak az evangéliumi protestáns hívők. A változás a republikánus párt és az evangéliumi keresztény pásztorok paktumának köszönhetően bekövetkezett. Frank Schaeffer szerint az első lépés a változás felé a Whatever Happened to the Human Race című többrészes könyv és dokumentumfilm sorozat volt, melyet maga Schaeffer írt és rendezett. Ezután következtek az abortuszt brutális gyilkosságként bemutató filmek, könyvek, tévé és rádióprogramok. Ezek mind azt csugalták, hogy egyszerű törvényi tiltás megoldaná a problémát. Miközben elhallgatták azt, hogy az abortuszt tiltó és engedélyező országokban ugyanannyi abortusz történik. A különbség a körülményekben, a beavatkozásokat végzők szakértelmében és a szövődményekbe belehaló nők számában van. Még több is az abortusz ott, ahol teljes tiltás van érvényben, mert a látencia is hatalmas. Ám mindez nem elég. A 70-es évek óta nem változtatták meg a törvényt, s gondosan ügyelnek arra, hogy ez ne is következzék be. Az 1973-as legfelsőbb bírósági végzés visszavonására, mely mindig is a mozgalom legfőbb deklarált célja volt, soha nem került sor. Hiába volt, hogy a pro-life mozgalomhoz tartozott az elnök, a szenátus és a képviselőház többsége is. Akkor ugyanis nem lehetett volna soha többé az abortusz témájával kampányolni. Így viszont a kérdéssel továbbra is lázban lehet tartani a társadalmat. Választásokat lehet eldönteni, s neki kulcsszerep jut, amiért számíthatnak a republikánusok anyagi és erkölcsi megbecsülésére. Schaeffer visszaemlékezése szerint a kampány kevés lett volna a sikerhez, mivel sok befolyásos egyházi vezető továbbra sem osztotta az abortusszal kapcsolatos új nézeteket.
Ám ahogy nyilvánvalóbbá vált a politikai körökben szerzett befolyásuk, ahogy egyre többet mutatkoztak együtt vezető republikánus politikusokkal, más gyülekezeti pásztorok is újra gondolták a nézeteiket, remélve, hogy nekik is jut a hívők szavazataiért cserébe juttatott előnyökből, köztük a nem kevés pénzből. Az alku nyertesei nem a keresztények lettek, akik hagyják, hogy eladják őket a pásztoraik, és elvegyék tőlük a közügyekbe való beleszólás szabad lehetőségét. Naponta olyan politikai harc első sorába küldik őket, ahol képtelenség hitelesen képviselni a szerető és megbocsátó Istent, s ahol egy ország másik felét teszik gyűlölt ellenségükké. A nyertesek a politikusok, akik több millió szavazatot zsebelnek be azzal, hogy beszélnek az abortuszról, de sohasem tesznek ellene, nehogy bármi megváltozzon. Emellett nyertesek a hamis pásztorok, akik saját céljaikra használják fel a hívőket. Egy bonyolult szociális, egészségügyi, jogi probléma megoldását és szakszerű kezelését pedig akadályozzák azzal, hogy az Istenre hivatkozva lehetetlenné teszik a józan és felelős párbeszédet. Nem meglepő, hogy az abortuszról szóló hazug propaganda következményeként több mészárlás is történt abortuszt végző klinikáknál. Több gyermekes anyákat mészároltak le fanatikusok az életvédelme címén. Keresztény nők állnak a nőgyógyászatok előtt, köpködve és nagy táblákon gyalázva az odaérkezőket. A szerencsétlen anyák, akik ezt meglátják, megerősítik a rossz döntésüket, mert nem szeretnének az ott tiltakozó emberekhez hasonlóak lenni. Akkor inkább az abortusz. A keresztények feladata inkább az lenne, hogy segítséget nyújtsanak a bajba jutott nőknek, hogy legyen reménységük megszülni a gyermeküket. Lelki támaszt kellene nyújtaniuk nekik, krízis otthonokat fenntartani, anyagi segítséget adni. De az nem szerezne szavazatokat a republikánus pártnak, s nem szerezne befolyást egy prédikátornak sem. Ettől nem képzelhetik azt, hogy ők irányítják a világot. Nem adna védelmet egy politikai párt anyagi visszaélések esetén. A Híd gyülekezetében is azok a rémtörténetek keringenek, melyeket az amerikai evangéliumi sajtó kibocsát. Ezek jelentős részét az orosz titkosszolgálat állítja elő. Ezek uszítják a hívőket a liberális demokráciák, a jogállamiság ellen. Egy alabamai polgármester le is vonta a logikus következtetést az evangéliumi és karizmatikus gyűlölet propagandából. Ezt mondta. Olyan társadalomban élünk, ahol homoszexuálisok oktatnak ki erkölcsből, és transzvesztiták az emberi biológiából, babagyilkosok az emberi jogokról, szocialisták a közgazdaságról. Majd hozzáfűzte. Egyetlen módon lehet változtatni ezen, ha kiirtanánk őket. Tudom, hogy ilyet nem szabad mondani, de a kinyírásuk nélkül egyszerűen nincs megoldás. Minden gyűlölet propagandának ez a végállomása. Az Isten nevében folytatott uszításnak is. A pro-life mozgalom eljutott a végső megoldás gondolatához. A gyilkolás elfogadásához. Mindezt Isten nevében.